Sziasztok, Abidosz vagyok, és most a Berlin konfliktot és annak azon belül is a kampányt fogom nektek bemutatni. Aki emlékszik még a multiplayer bemutatomra, ott már lényegében mindent elmondtam a játékról. Egy kis ismétlésnek most azért elmondok pár dolgot. Rögtön lejjebb is vettem a hangerőt, hogy ne zavarjon majd titeket a visszahallás, elvileg nem lesz ebben gond, minden átvezetőnél lesz felirat. Na, vágjunk bele. Van a hadjáratunk, én két pályát fogok nektek bemutatni. Az első, az a első küldetés maga, az invázió. Azért ezt fogom bemutatni, hogy így belelássatok egy kicsit a sztoriba. A másik viszont azért, mert karácsony van, és az pedig az utolsó állás lesz, ami egy karácsonyi küldetés. Megmondom őszintén, hát nem ez a legboldogabb karácsonyi küldetés a videójátékok történetében, valamennyire így ilyen szempontból sokkal elkeserítőbb, mint mondjuk egy Killing Floor, vagy bármi, amit bemutattunk tavaly Senshi-vel, tehát nem tudom, hogy ezt meg akarjátok egy karácsonykor nézni, de úgy érzem, hogy így még izgalmasabb lesz, vagy még nagyobb hatása lehet ennek a küldetésnek. Vágjunk bele viszont akkor rögtön a első küldetésbe, az invázióba. Nagyon nehézre tettem, remélem meg tudom csinálni elsőre, meglátjuk. The Russians took us by surprise. We had been at war for almost 4 months and still we couldn't understand what was happening. Even as artillery shells started exploding on the streets of Seattle, many people just stood there, stunned by shock and disbelief. War can be fascinating to watch on TV, but up close and personal, it's a whole other story. Imagine your office blown to pieces, your car thrown about like a discarded glove, friend lying on the street, his body torn to bloody shreds. That was the reality in Seattle on that fateful day in the fall of 89. The army was fighting in Europe and elsewhere, and our navy was supposed to protect us from an invasion. But they failed. We were fooled, as we were all fooled, by the Soviet ruse. But as the first Soviet tanks started rolling off those freighters, a few of us tried to organize a desperate defense. We're not about to give up without a fight. How the hell should I know? We have to
choppers down there already. It's a death sentence. So is treason, Lieutenant. Yes, sir. Going there now. Red eye out. Na és meghaltunk a játékba. Rögtön kapunk 3 darab APC-t, amit irányíthatunk, és ebben kell végigmenni az utcán. A grafika körülbelül magason van, egy kicsit szaggatni fogok emiatt. De még így is ki vannak kapcsolva a DirectX 10-es effekte. Hát a történet röviden egyszerűen annyi, hogy hát Amerikát megtámadták. Amerika már nagyon régóta háborúban áll Európával együtt az oroszokkal, viszont európai fronton. Most a oroszok egy csellel bejutottak Seattle-be, és itt szállnak partra. És mivel az amerikai csapatok Európában vannak, ezért lényegében semmit nem tudnak tenni az ellen, hogy megállítsák ezt az inváziót. A játék amúgy svéd, tehát európai. Tehát ez a nagy haza szeretetes dolog, ez nem egy amerikai játék. De nagyon-nagyon átérezhető és nagyon-nagyon jó történettel rendelkezik. Hát ezt most mondja, meg is láthatjátok. Megpróbálok közel maradni a térképen az egységeimhez, mert hogyha feljebb hozom, akkor nagyon fogok szaggatni, tehát inkább így lent harcolok. Közben haladok előre. Hát a multiplayer bemutatomban már mondtam, ez egy nagyon olyan játék, hogy nagyon oda kell figyelni az egységeinkre, tehát mindig egyengetni kell az életútjukat. Elpusztul az a páncélosztállító is. És akkor kimenthetem a gyalogosokat. Új küldetést kaptam. Ez volt a gyalogos. Nem, új egységeket kaptam most. Most jön az új küldetés. Tehát, hogy mehetek a raktárhoz. Nézd ki, hogy a gyalogosok azok itt az enyémeim lettek, ezeket gyorsan beszállítom az APC-be, és akkor el tudom vinni őket gyorsabban. Itt van egy közepes tank, elég gyengén, de ezeket lebombázták. Haladjunk tovább. Valahogy oda kell jutnom területre. Csak nagyon oda kell figyelnem, mert egyáltalán nem akarok áldozat lenni, és most nagyon nehezen vagyok, tehát a nehézségi szint az nagyon nehéz, oda kell figyelnem mindenre. Szép lassan, óvatosan kell előre haladnom. Hát igen, ez most nem éppen a legszebb karácsonyi bemutató, de aki nem szeretné megnézni, az úgyse nézi meg. Nem feltétlenül ajánlom most megnézni, lehet Szilveszterkor is, vagy bármi. Akkor bejutok. Ponthoz. Közben kapom a légi támogatásokat is.
Miért? Amerika nem hagyja magát. Azt hiszem, hogy kiszállítom a gyalogosokat, hadd segítsenek a pusztításban. És jön az erősítésünk. Mondjuk, hát igen, ez az egyik legdurvább grafikailag leterhelő pálya. És én azt tartottam be. Most így jártam. Még egy páncélosztállítót kaptam segítségül. Közben itt küldetéseket ad Bannon. Nehéz tankok mögött próbálok maradni. Szállítom az egységeket az APC-be és valahogyan elpusztítani például azt a könnyű tankot. Nem tudom, hogy fog menni. Azért menni fog. Lehet látni az életerejét, hogy orosz tank, vagy szovjet, és hogy milyen. Egység. Milyen típusú egység. Ennek az oroszok nagyon. Közben oldalról azért fedeznek engem ezek a nehéz páncélos tankok. Nekem ehhez képest csak kis APC-n maradtak. Nagyon jó, egy kicsit közelebb megyek át, akkor könnyebben ki tudom lőni őket. Ezek mégiscsak gyalogosok, ezeket illene APC-vel szétszedni. Közben abban a hátsó épületben benne nyomok rakétákat, hogy sérüljön. És a gyalogosok is megvannak. Igen, igen, és ez most egy ilyen tutoriál volt, hogyha a gyalogosokat viszem épületbe, akkor keményebben tudnak harcolni, és ugye igaz. Jó, hogy eszembe juttatta. És akkor gyorsan beviszem őket abba az épületbe. Csak viszek oda egy APC fedezetet, befüstöljek, és akkor most fohanhatnak a gyalogosok. Sprinttel. Nem vannak az épületbe. Ezt az APC-t gyorsan visszahozom ide hátra a javítós tankhoz. Tehát ez így egy kicsit majd meg fogja gyógyítani. Közben a gyalogosok remélhetőleg már pusztítják a állást. Meg is történik. A tank javítja, amit javítania kell, és mehetek előre az APC-kkel. Hozom a másikat is. Megvan ez a küldetés is. Igen, és most a gyalogosok is elkezdték lőni egymást. Most nem nagyon mehetek be a APC-kkel erre a területre, mert elég hamar elpusztulni. Viszont kaptam légi támogatást, tehát most rájuk dobok mindent. Ez remélhetőleg egy pillanat alatt elpusztítja, amit el kell pusztítania. Azt hiszem meg is történt, aminek meg kellett történnie. Mégis egy része. Ettől függetlenül majd maradt itt egy pár épület. Titeket meg kihozlak. Gyertek nyugodtan vissza APC-be. Ez a légicsapás, ez sokkal erősebb, mint az első, viszont kisebb területen hat. És itt lehet látni, hány pont kell ahhoz, hogy használhassa.
Ezt a két épületet még elpusztítom, és utána haladhatok tovább. Jó a biztonság. Meg is történt. A lényeg, hogy mi vagyunk Parker. Mi vagyunk Parker, és hát Bandon az, aki soha nem kockáztatja lényegében az életét. És ez eléggé sok negatív... Hát, az a negatív hozzáállás, ez a később évben is fájni fog majd a embereinek. Így nem ő a legnagyobb tiszteletet örvendő katona. Közben megjavítottam itt egy másik épicit. Hát arra kérnek, hogy menjek előre és azt foglaljam el. Ez nem lesz olyan nagyon-nagyon-nagyon könnyű. Az igazság az. De haladjunk. Valahogyan ki kéne menekíteni a civileket. Légerállítókat kéne elpusztítani. De mi ott is van. Már nincs sok. Oké, még... Egy-kettő. Az nehéz tank, vagy könnyű tank. Azok egy kicsit veszélyesebbek az APC-kre. Talán eltalálom azt, amit el kell találnom. Jaj, ne! Jön az erősítés, le fogok késni. Ne. A helikopterek, ezek nem jókor jöttek. Még ne. Uff. Remélem, hogy időben elpusztítottam, amit el kellene. A javítós járművel már megjavítom a sérült egységeimet. Ezt a könnyű tankot elpusztítottam. Lehet látni, hogy rangjuk nő az egységeknek. Érdemes őket babuskatni. Mert itt most kampányban nem is nagyon kapnék utánpótlást, tehát még jobban érdemes figyelni rájuk. Megjött az erősítés. És most mi történik? Semmi.
aliens were damn lucky I was around to save their butts. Now we should see about getting the hell away from here. We've already overstayed our welcome. Na, hogy örülnek a civilek, hogy Bannon megmentette őket? Igen, ott hagyta volna Bannon az embereket. Francba véletlenül oda ment az egység. Óvatosan kell bánnom ezekkel a egységekkel, nem pótolhatóak. Mellélődtem. Na, segítenem kell a többi embernek is az evakuálásban. Gondolkodtam rajta, hogy váltok a pozíció. Pusztulnak körülöttem a épületek. Hol van a másik pont? Ott van. Azokat kell kimentenem. Ajaj, nem hangzik jól. Bőre küldöm ezeket az egységeket, rohanjanak be abba az épületbe. Az ellenség. Jaj, az a tank, az nagyon csúnya. Azt tűnye minden. Van nincs olyan lőtávolság, hogy előjön addig, ahova kell. Én vissza is hívom őket egy APC-be, ott biztonságosabb. Az APC-k viszont előnek addig, ameddig kell, talán. Közelebb viszem. Jó, ezeket is megmentettük. Ugye még szerintem ez az utolsó küldetés a pályán, hogy... Jaj! Füst! Kapok egy kis segítséget az égből, amit jobb is, hogyha kihasználok, mert különben nekem annyi. Ajaj! Gyere már be! Beküldöm őket az épületbe. Elküldtem azt a bombázást. Na jó, azt hiszem, hogy lassan el kell majd indulnom nekem is. És remélhetőleg élve oda fogok jutni, ahova szeretnék. Hú.
közvetítsen meg az aluljárót, hát. Még egy kicsit megjavítom, amit meg kell. Aztán elindulok. És nem látok ellenséges egységeket. Elvileg most szabad futás. Azért bekészítem ide a tüzérséget. Szijártunk romokban. Hopp, 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 hopp. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy azok orosz erősítésű helikopterek, tehát azt hoznak. Na jó, egy kicsit általános tüzérséget nyomok ide. Meg befüstölök. Mert ez így kellemetlen. Jaj! Az még kellemetlenebb, ami ott jön. Örülnék, hogyha... Egyre kevesebbet hoztam, mint akartam. Egyre kevesebb tüzérséget lövök el. Most. Jó, sikerült. Hát valahogy oda kéne jutnom. Ugye ez megoldható-e? Nem tudom. Gyerünk. Hogy nem újabb erősítés jön nekik. Elvesztettem egy egységet. Majdnem meg volt egységveszteség nélkül a pálya. Itt láthatom minden küldetés sikerült megcsinálnom. Itt vannak a statisztikák. Egyetlen egy elvesztett egységem volt. Ezt sajnálom. Na mindegy. Akkor visszamegyek a főmenőbe, és akkor jöhet a következő pálya. A karácsony. Hát. Legyen ez is. Nagyon nehéz. Legyen inkább normál, mert nem akarom újra kezdeni, hogyha nem sikerül. Ez már spoileres rész. Tehát aki nem akarja tudni a sztorit, az már ne nagyon nézze. Colonel Wilkins at a small town called Cascade Falls, not far from Fort Teller itself. The town had been evacuated not long before, and it was decided that we would hold the area while Wilkins dug in at a narrow mountain pass to the south. Colonel Sawyer planned on luring the Russians into the center of town, where we could concentrate our defenses, but there were a lot of Russians coming, and not that many of us left. Unlike before, we could not retreat.
because if we did, Fort Teller would fall, and Armageddon would follow in its wake. We all knew what that meant. We were determined to hold, no matter what. Even Bannon seemed to have finally found his way. It was quieter than usual. I remember wondering what was going on in his mind. Pályák előtt mindig van ilyen, hogy történetet mesél. We have to stop Ivan from reaching Fort Teller. What do we got in terms of support? Air Force will be flying CAS missions around the clock. Don't count on them to turn the tide. I'm not gonna lie to you. The Russians will throw everything they have at us. And we have to hold no matter what. We'll hold, Colonel. We've come a long way, gentlemen. I trust that you will do what is needed when the time comes. Colonel Sawyer, sir. The Russians have reached the outer perimeter. So it begins. Get to your units. We'll teach Ivan the price of invading our homeland. Okay, everyone. This one's going to be tight. We'll hold the bridges until Ivan regroups down the center, and then we destroy them and pull back. Webb, you have the east bridge, and Bannon, you take the west. Parker, you'll support Webb. This is it, gentlemen. Roger that, Eagle Six. Understood, sir. Akkor hívhatok friss lehetségeket. Get some fortifications up around the bridge, ASAP. Most be is... Be is kell védenem magamat. Nyilván lesz ez a terület, a többi parancsnok a többi területért lesz felelős. Nekem ezt a hidat kell megvédenem. Tehát karácsony van. De a város már evakuálták. De függetlenül érezhető lesz majd a helyzet súlya. Mindenképpen a lesz. Megközelebbi szállítóegység lesz. Elviszem őket a házakig. Gyorsan sáncokat kell építenem ide. Minél hamarabb beásom magamat, annál jobb. Úgy látom, más parancsnok is segít nekem. De én kapom a gyengébb egységeket. Még tankok ellen is bevédjük a hidat. Aztán jöhetnek a helikopterek, remélem, hogy lesz rá idő. Mindjárt jönnek Ivánék. Azt hiszem, meg is jöttem. Itt vannak. Roger that, Webb. It's crucial that we hold out until they regroup. Parker, I'll hold them off. You concentrate on the bridge. Jó, akkor enyém a híd. És kaptam meg parancsba. Azt hiszem, hogy ez talán meg lesz. Különösebb gondok nélkül.
Webb az, aki fedezi a jobb oldalamat. Azért ott is megy a csata rendesen. És jön a következő hullám. Azt hiszem, hogy ez az épület már erre kevésbé stabil. De függetlenül remélem, hogy kitart a benne lévő katonáim. Tudják tartani, amit elvárok tőlük. Viszont fogy az élete az egyik tankomnak. Ezt elküldöm a másik oldalra, hát az biztonságosabb is. Nem őt fogják lőni. Azt hiszem, hogy ide küldök egy precíziós bombázást. Parker, the Russians are making a determined attack on the West Bridge. Relocate there ASAP. Remek, most már két hidat kell tartanom egyszerre. De kaptam utánpótlást hozzá. Szóval talán nem megoldhatatlan. Nem oda akartam ledobni. Hiszem ebből a házból kimenekítem az embereket és nagyon-nagyon gyorsan átviszem őket a másik oldalra. Itt hagyok még két tankot. Ügy, ez meg fog halni. Remek. És ezeket gyorsan átirányítom oda. Hát remélem, hogy ez így elég lesz. Egy kis általános tüzérséget benyomok ide. Hoppá, nem ezt akartam mindegy. Szóval le tudok hívni még tankot. Le is hívom. Fájdalmas lesz nekem. Azok nehéz tankok, remélem, hogy a Bannon ezredes meg tudja csinálni, vagy Bannon meg tudja csinálni. Nem biztos, hogy ezredes, csak mondtam. Mit van? Gyerünk már, hozzad már őket! Azt hiszem, hogy ezt az oldalt jobban meg kell erősíteni. Ezt. Gyorsan beviszem őket a erdőbe, és akkor ott egy kis fedezetet kapnak. Veszítem el az embereimet folyamatosan. Nem láttam, mi a parancs. Kell csoportosítanom az embereimet, mert különben ez az oldal elesik. De minél hamarabb.
Szóval a gyalogosaim is elestek, és hoznom kell egy APC-t is ide. Nem, ez ennyiem lesz. És az egyik oldalról a másikra ingázok, de sajnos ilyen. Benyomok egy általános tüzérséget is ide is, mert úgy látom, hogy itt is kezd probléma lenni. Na, valahol elvesztettem egy egységet. Az APC-n lejött, nem hívtam le. Szerintem lassan küldhetem vissza a másik oldalra a tankokat, mert lehet, hogy itt már probléma lesz. De most lejön két tank 5 másodperc múlva. Most hozta meg a repcsim. Azokat gyorsan ide küldöm. Ajaj. Azért mégse küldök oda mindenkit, úgy érzem, hogy nagyobb szükség lesz rá. Megint kezd problémás lenni itt a helyzet. Fel kell robbantani a hidakat. Hú, most hátra kell menni. Feladat. És akkor fedezem a hidat. Légvédelmi egységeket kapok, és az, hogy már előtte lehívtam ide ezeket az egységeket. Inkább eladok valamit, és akkor lesz majd lehetőségem légvédelme. Veszek egy javítós járművet is. És adok el még egységet, vagy legyen utánpótlásra lehetőségem. Le tudjam hívni a légvédelmet. Mert pedig örülnék, hogyha lassan le tudnám hívni a légvédelmet. Jó. És a gyalogosokat megpróbálom gyorsan bevinni az épületbe. Ajaj, hol a légvédelem? Hol a légvédelem? 3, 2, 1. Ők is tudnak a levegőbe lőni, csak nem olyan hatékonyak, mint ő. Secured.
Nem biztosítottam a hidat. This is Webb. The Russians are renewing their attack. Roger that, Webb. You and Bannon stay in place while Parker holds the bridge. If we can withstand this attack, we might just win the day. Azt hiszem bedurultak az oroszok. Elég fájdalmas, hogy így átjönnek mellettük. Másodlagos küldetés kaptam. Hozzáadott tőlük. Azt hiszem, hogy az útvonalakat fogom egy kicsit megnehezíteni. És elrontottam valószínűleg. Vagy nem. Megvannak, jól van. Húha, közben itt azért baj van. Még rossz helyre küldtem azt a támogatást, és már megint pont ide kellett volna, de... De most már így jártam. Kezd megint túlmúlni a helyzet. Általánosan próbálom ezt a területet majd tüzérséggel fedezni, úgyhogy elpusztítsam ott, ami van. Remélem összejön. Hol van Webb? Jó, de jó, van mi vagyunk az. Igen, ez már kezd nagyon turbulni. Inkább átküldöm oda a tankjaimat, mert... Ez már kezd fájni. Valamit a szélvi a rendszeredes tervez. Hát igen, egy szörnyű bombázást kaptunk. Ez azért elég szépen megártott az oroszoknak. És az lenne a feladat, hogy oda át kéne nyomulni. Ez jó lesz. Látom, hogy több tüzérséget is kaptunk most már, vagy kaptam. Tíz percünk van, hogy megerősítsük a városközpontot. Azért remélem, hogy ez elég is lesz.
positions. Now dig in, Parker. Nem lövöm el a pontokat. Megjött az erősítésem. Szóval mindenki attól tart, hogy még lehetnek többen. És valójában így is rengetegen vannak. De tartani kell a falut. Na, és jönnek is többen. Something's up. Someone needs to stay behind to lure them in. He's right. Whoever stays behind will be in the blast zone. It's a suicide mission. I've talked to the men, sir. We'll do it. Are you sure, Bannon? I cannot order you to do this. I understand, sir. We'll do it. Roger that, Captain. Parker, Webb, continue toward the high school. És igen, amiről beszéltem, ez nem nagy vidám karácsonyi pálya. És bevethetem az atomfegyvert. Man reports the missile has been launched. God help us all. Eagle 6, this is Bannon. The Russians are renewing their attack. They're coming at us with T-80s, B-2s.
Győzelem, de milyen áron? És itt láthatom a statisztika. Hát igen. Ez lett volna a Wording Conflict karácsonyi bemutató videóm. Hát sajnálom, hogy nem egy vidám kellemes téma, de van másik videóm is mára, tehát ez így nem teljesen igaz, hogy én ilyen gonosz ember lennék, hogy csak ilyen szomorú, drámai eseményeket mutatok be. Mindegy, aki nem akarja, vagy nem akarta ma megnézni, az nem nézte meg, aki meg akarta, az úgyis megnézte. Köszi szépen a figyelmet, további szép napot mindenkinek. Sziasztok!